Mai vendégem Erdős Virág, ki abból az alkalomból jött el, vagy hát azért hívtam meg, mert megjelent legújabb verseskötete. És akkor mindjárt meg is kérdezem, hogy ennek a könyvnek a címe. Az a címe, hogy Erdős Virág könnyei, vagy az a címe, hogy könnyei, írta Erdős Virág. Hát ezzel variáltunk is egy kicsit. Ez egy, egy sorozatba illeszkedik az a időmérték. A sorozatába a magvetőnek, annak a 35. darabja, és ennek egységes a borítója, amit Pintéri József tervezett, és ott, ott maga a, a, a szerző és a cím egymás alatt, szorosan egymás alatt helyezkedik el, tehát igazából mind a két lehetőség adott. Igen, mert megnézem, mondjuk egy ilyen online könyvesboltban, akkor ott kettős pont van, Igen, és akkor Igen. ezt ugye majd a könyvtárakban úgy kell keresni, hogy könnyei. Hát igen, ezen, ezen, mondom, variáltunk is, hogy volt egy kis félreértés is, csak aztán arra gondoltunk, hogy az, hogy erdős virág, kettős pont erdős virág könnyei, az úgy viszont már béna, és akkor nagyobb az esélye, hogy ezt így összeolvasódik valamilyen módon, mégis, mint hogyha ezt így megduplázzuk. Mindenesetre azt javaslom az olvasóknak, hogy E betűnél is és K betűnél is keressék, és akkor biztosan. <laughs> igen, földön biztosan. keresenek, és akkor vagy csak megtalálnak. Egészen biztosan megtalálnak. Két ciklus van ebben a verseskötetben, egy egyköncseppes, meg egy kétköncseppes <laughs> ezek a, és nincs is címe a ciklusoknak, tehát ez a két, összesen három könycsepp, Erdős Virág három <laughs> jelöli. Mi a, mi a viszonya, vagy mi jellemzi ezt a két ciklust? Hát ez egy két, 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 szerepkör tulajdonképpen a két ciklus, az egyik egy, egy fura szerepkör a, futár, a biciklis futáság, amiben, amiben részem volt és a második rész pedig maga az íróság, mint mint szerep. Azért ezt negy, nem lehet ilyen élesen elválasztani, tehát van, hát hiszen persze. majd beszélgetünk erről, de hát a biciklis futársággal kapcsolatos versek, azok reflektálnak a, a költői vagy írói szerepedre. És hát és illetve, hát ír... csak íróként írom meg a futárságomat is, tehát már eleve a kettő össze össze és a hozzáadni. keletkezés idejében van különbség? Tehát, hogy az egyiket azt akkor írtad, de többit meg később, vagy össze-vissza, és aztán a csoportosítottad? Hát ez, ez nagyon-nagyon furcsán um, alakult, ami szintén összefügg ezzel a, ezzel a, szerep játékkal, vagy ezzel a helyezkedéssel, amivel az ember az életét tölti, hogy, hogy, hogy próbál szerepeket találni magának, és a, azt próbálja kitölteni. Tehát, amikor én elkezdtem futárkodni, akkor, nekem, akkor, én, akkor én ezt így lecseréltem, és akkor én és akkor én futárultam, felvettem az áruhámat, meg spékelve ugye a maszkal, tehát ez van egy forma ruha, vagy egy, egy ilyen logós, voltos, konkrétan ez most nem mm -hmm. tudom, hogy ez mennyire a reklám de abszolút most már beletartozik. <laughs> hát igen, egyébként a, a, szí, szí, színvilágát is úgy választottuk a kötetnek. Tényleg és erre nem az, gondoltam, is tényleg. Abszolút. ha voltos táskát megnézed, akkor ott is egy nagy fehérre, kis feketével van a felirat egy, egy kék felületem. Tehát amikor, amikor, én, amikor én, elkezdtem voltozni, akkor én, én így, így, leváltottam minden mást, és akkor bebújtam ebbe az áruhába, ami mondom, meg volt spékelve a maszkal, ami ugye egybeesett a, a mindenféle Erről majd beszéljük, hogy ezt hogy teljesen ki tudod -e ilyenkor magadat kapcsolni, tehát akkor te nem költőként tekertél ott, hát ezt eh, elején, de hogy, hogy, vajon, vajon ez hogyan? De először azt kérdezném meg, hogy az olvasónak, aki kezébe veszi ezt a kötetet, kell -e tudnia, hogy, hogy Erdős virági itt futár volt? vagy anélkül is. Tehát, hogy ez az életrajzi referenciálitás szükséges-e hozzá? Szerintem most ebben az esetben igen. még, a, még a mottot is úgy választottuk ki, hogy a volt tudásbázisból választottunk egy mottót, ami, 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 az. úgy hangzik, hogy nem teljesen szó szerint, de a lényeg ez volt. Választ az intelligens optimalizálás figyelmen kívül hagyása opciót. Mert <laughs> ott, 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 ugye egy, egy applikáción keresztül zajlik a kommunikáció az ügyfélszolgálattal, illetve valamennyire a kliensekkel is, és ö, a, a, telefon mm, ki kell bizonyos funkciókat kapcsolni ahhoz, hogy ez, ez, ez működjön. Tehát Igen, nekem csak ezt, ezt olvasóitot teszem, hogy itt tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy vannak emberek, akik hozzák az ételemet biciklivel, hanem hogy itt egy, egy ilyen mesterséges, intelligenceszerű robottal Abszolút. állok a kapcsolatba. Tehát ez egy ilyen ufonauta. És mi magunk is egy kicsit is. robotokká válunk, és ez, ez ez újra csak az az inkognitót segíti. Még a, a, az ilyen, hogy mondjam, életrajzi referenciák közül az érdekel nekem, hogy az első hullámban kezdted ezt el, mm. amikor semmit se tudtunk erről, hogy egyébként nem féltél? Tehát, hogy te vagy az, aki jársz, kelsz, emberekkel találkozol, mikor senki se tudta, hogy ez most akkor mennyire súlyos. Tehát, hogy tulajdonképpen kimentél a, a vírus hűlőjébe. A zónába, Igen, igen, abszolút, igen. Hogy igen. Ez, 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 hát akkor így eszedbe ettől, jutott, hogy mit válasz? Hát ettől lett olyan nagyon izgalmas, meg olyan, 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 olyan kaland, olyan bevállalás jellege a dolognak, valószínűleg ezt is élveztem ott az elején, de ott annyi ilyen óvintézkedés volt, annyira ki volt találva, hogy, hogy, hogy milyen távolságot kell tartanunk. Volt ez az érintkezésmentes kis szolgálás, tehát igen, ez is a... a lidérces szó igen, az igen, Hát igen, és akkor én magam is úgy ráeszméltem menet közben, mint ugye megrendelő, éhes ember, hogy, hogy, ennek a karanténvilágnak bizonyos értelemben a működtetői most a kórházakon kívül a futárok voltak. Tehát, hogy tulajdonképpen a, a nyugati világban futárok nélkül nem lett volna semmi, mert mm. hogy, és ez valahogy megváltoztatta a, a, a egymáshoz való viszonyunkat is, mert hát, hogy ez, ez, az egész mondjuk így iparág, vagy szolgáltató ág, az, az nagyon átértékelődött, fölértékelődött, és az is kiderül a verseidből is, hogy ez egy ilyen nagyon zárt, ö, ö, saját szabályokkal és ritusokkal rendelkező közösség ebben, amikor belecsöppentél, már így nézted, hogy, hogy vagy megtanultad ezeket a szabályokat, vagy ez hát, ilyenkor hogy történik? Hát szerintem amikor ezt a saját zavaromat ebben az ez egészben, ezt illet tudtam küzdeni, vagy amennyire bele avotthonossá vált, akkor fedeztem fel, hogy ez így ez íróilag is micsoda, hatalmas kincses bánya, és hogy milyen egészen új pozíciót jelent számomra íróként, az, hogy én ebből a nézőpontból nézem most a világot, és ezt a, és ezt a vészterhes és krízisben lévő világot, amiben közben én vagyok tényleg az a, az a, az a megmentő, aki ki, kimerészkedik azért, hogy neked, Ilyen, neked így, ételt vigyen. Így lett volna, hogyha teszem azt mondjuk szakácsként, vagy nem tudom, mi, mentősként dolgozó, tehát akkor is abba a közösségbe saját szabályával beletanulsz, és akkor elkezdett költőként nézni, vagy ez ez kellett, hogy a kihalt város üres utcáin cikázol, és az egész élmény valami unikálisan más, mint a. hát ez most, most ez, most ilyen, ez ilyen több fenekű dolog volt. De hát egyébként meg szerintem így zajlik, vagy hát én erre törekedtem most az utóbbi időkben is, tehát nekem az előző könyvem a Hős utca az ugyanúgy egy, egy ilyen bevállalt projek volt, projekt volt amit, elmentem, és ott alámerültem ebbe a világba, és akkor abból megpróbáltam valamit megmutatni. Igen, az egy kicsit ilyen orfeuszi feladat volt, ez pedig, ahogy a kötetben tudtam a Hermész, hogy <laughs> <vagy>, aki, <laughs> aki így közvetít. Ezt így menet közben vetted észre, vagy, vagy, csak utóidejűségében, amikor már nem csináltad? Hát igazából, már akkor, egy-két egy, egy szöveg született, és, öm, Igazából közben meg furcsa, mert azért azért ez, ez összefügg az a bizonyos másik szereppel, amiben viszont totálisan elbizonytalanodott el akkorra az ember a magamfajta író, hogy neki most egyáltalán ebben a közegben, akár ebben az irodalmi közegben, vagy ebben az országban. Most van-e van -e, van -e még kereslet rá. Úgyhogy amikor egy picike jelzés jött a magvetőtől, hogy de igenis, és hogy legyen könyv, akkor az adott annyi, annyi erőt, vagy az, az pörgette föl bennem. Az, az írót, hogy ezt ezt akkor meg, megcsináljam, és akkor még volt is tanakodás, hogy akkor még várjunk, és akkor ez tényleg akkor ez írjam meg, de közben meg már annyi idő elment, hogy, hogy végül úgy döntöttünk, hogy akkor annyi szöveg, amennyi most megvan, annyi, annyiból állítsuk össze ezt a kötetet. Tudj, nem de mondom, mondom, egy akkor... év alatt született, nem? Hogyha így jól számolom a... Hát szerintem azért is. úgy másfél, igen. Egyen. De hogy, de hogy ez az nagyon kellett, szóval, hogy ezt, ez tényleg annyira, annyira furcsa, annyira kiszolgáltatott egyébként az a más, abban a másik szerepkörében is most egy, egy író vagy egy költő, az, ez, nem ez, ez, hozzátartozik a történethez, hogy nagyon kell az a kis, kis, kis az, a, az, hogy valaki várja, és lesz egy helye annak a, annak, a, amit, amit, te meg, meg, akarsz mutatni, hogy ez hihetetlenül fölpörgeti. Tehát egy-két hét alatt született ez ennek a, a kötetnek a legtöbb szövege, illetve a második részbe pedig betettünk régebbi szövegeket is, és a, a, szóval amikor a, mint erdős világ természete személyül a biciklin és teker a címre, és ö, oda kell érnie, akkor, akkor ilyenkor megfordul a félda, hogy ez mi költői tapasztalás, vagy... Ö, vagy az akkor teljesen más tudatállapot, akkor egy feladatot hajtasz végre, és arra koncentrálsz. Hát a kettő, de amikor már, amikor már tudod, hogy ebből neked kell valamit csinálni, akkor akkor abszolút tudod úgy, és akkor jegyzetelgetsz, és akkor megállsz, és beleírod a telefon, belemondod a telefonodba. I illetve nekem még egy olyan fázis is volt, hogy, hogy már, már abba hagytam a futárkodást, és akkor, akkor volt egy ilyen neki buzdulás, még visszamegyek, mert ugye csomó mindent még meg akarok nézni, és hogy közben meg hihetetlen felhatalmazást kapsz, olyan terekbe jutsz be, ahová azért más nem. Szóval ezt az, a pályámnak a legelején is megtapasztaltam, amikor a Pesti belső udvarokról írtam, akkor még oda be tudtam jutni, akkor még nem volt ez a, ez a ö, kapucsengős elzárkózós világ, akkor még arról lehetett a belső udvarokról írni egy kis könyvecskét. Aztán, amikor a világítótesteket írtam Budapestről, akkor már nem, akkor már kapucsengők voltak, és akkor már, akkor már más viszony ból írta meg az ember a maga Budapestjét. Most viszont kaptam egy felhatalmazást arra, hogy én nekem megvan a kódom arra, hogy én bejussak ezekbe a belső terekbe. Igen, bizonyos értelemben ezek is Budapest versek, tehát ebbe, erre az ívre is föl lehetne építeni, hogy ez akkor a harmadik vagy negyedik Budapest témájú. Uh -huh. Sőt, a hősömet is ide lehet hogy uh -huh. még több. Tehát, hogy ez egy Budapest lírának a különböző stációi, és valóban a, az, hogy beengednek, nem engednek, megfigyelő vagy, vagy, vagy téged figyelnek, azért mm -hmm. ez nagyon erősen ott van. Még az lenne a kérdésem, ahogy mondjam, az életrajzi részéhez, és aztán rátérünk tényleg a versekre, mi a lényeg, hogy a futárok, akikkel dolgoztak, tudták, hogy ki vagy. Tehát, hogy nyilván a kék Jackie alól nem lokja József Fatiladé, de hogy, mm -hmm. szóval, hogy, hogy vagy az annyira más világ, hogy én fel sem merül ki kicsoda egyébként. Nem mondom, egyszer még a könyvmutatom volt ez a, a, kérdés, és akkor eszembe jutott, hogy egy, egyszer volt ez hogy a, ott a piros lámpánál megállt mellettem egy robogós, és kérdez, mondta, mond, hogy én, ugye én vagyok az erdős mert hogy ő hogy szereti a verseimet, de hogy aztán, hogy ez hát, nyilván, hát igen, akkor egy ember volt a utárok több ezres tömegéből, aki, aki Van, ezt tudta, de hát nem, nem volt elvárásban, nem vagy eszembe se jutott, hogy bárki itt engem Felismert. Hát nyilván ez is egy furcsa dolog, hogy ennyire ez zárkozottak ezek a világok, illetve hát azért ott is nagyon furcsa alakokkal találkozott az ember, szóval ilyen szálloda igazgató aki, aki a legnagyobb krízis idején kénytelen volt, idegen vezetők, szóval furcsa Nekem társaság Van volt. egy barátom, aki médiából nagyon ismert arca van, tehát ő tényleg minden sarkon szokás felismerni, elment futárkodni, uh -huh. és nem ismertek sehol, ah, nem mert igen, nem, nem igen, arra igen. készül az ember, hogy igen, 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 valaki a tévéből igen. belép. Igen, meg ez, a világoknak erre a keveredésére nem vagyunk felkészülve, és ez, ez nyilván rossz is, de hát... Azt írod az egyik versetben, hogy az atomrobbanás utáni Budapest mm, el, élménye volt, amikor ezek a kihalt utcákon, amit mi nem láthattunk legfeljebb mm -hmm. titokban. Csak a kiváltságosok, igen. És, és, és ugye ott az ötven vagy nem tudom hány özvegy né. Hát igen, e egy kicsit az, az őrkénnek erre a Budapest című kis egypercesé jutott eszembe, amikor tényleg... Másként tekintesz az ott a városra, hogy láttad ezt az arcát? Hát igen, abszolút ilyen beavatottnak érzem magamat. Igen, szóval egy furcsa, tényleg az, ebben a vész korszakban én ott, o, ott voltam a, ilyen a megmentő szerepében, és tényleg volt egy, volt egy belépőm ebbe a Az volt az érzés, amikor néha-néha titokban, illegálisan úgy megtekintettem, mm -hmm. hogy valahogy olyan, Szóval, mintha egy, nem tudom, egy pucér embert kukolnék, tehát, hogy olyan... Nagyon, nagyon kisettetés volt. Nem lett volna szabad, vagy közöm hozzá, hogy legyen. Hát igen, nekem meg ott volt a kis szerződés, amit ilyenkor így beállítottam, hogy a telefonomban jön a rendőr, akkor felmutatom a jogosítványomat arra, hogy én nekem szabad kint lennem az utcán. De fantasztikus élmény volt, és mondjuk hozzátehetett, hogy nekem végül már elektromos biciklim volt, és ezzel úgy tényleg lehet suhanni a teljesen üres utcákon, szóval minden tekintetben egy nagy élmény volt, amit néha így nosztalgiával visszasírok. Néhány évvel azt mondtad egy, egy, interjúban, hogy a korszak, amiben most élünk, olyan kritikus korszak a magyar történelemnek, amelyben minden művészi megszólalás ohatatlanul is felértékelődik. Tehát mi dolga van egy, egy költőnek a egy történelmi korszakkal, ha már az fölismerte, hogy történelemben. Hát ez most egy elég nagy kérdés. Mi, mi, mi dolgunk a világban. Hát biztos, hogy, hogy én magán átszűrve, tehát az is kérdés, hogy mennyire kell a részesévé lenned ahhoz, hogy te, hogy te arról hírt tudjál adni, vagy valamilyen módon meg tud mutat, mutatni. Ez most, ez most, ennek volt a próbája, hogy muszáj -e személyes kényszernek lenni a mögött, hogy te alámerülj egy világban, amit meg akarsz mutatni. De, de ez, a, ez a megmutatás és a magamon átszűrés ennek, ez, ennek a kettősége. De hogy az én számomra az, az mindig fontos, hogy ez a ma, az itt és most ezt a pillanatot a dolgunk, ezzel van dolgunk íróként. Az a kérdés, hogy a pillanattal van elsősorban dolgod, vagy pedig azzal a, az egész folyamattal, amiben benne vagyunk, hogy ezt valahogy értelmez, mert amikor a te verseidről írnak, akkor már, már várható is, hogy mit fognak írni, és majd azért is beszélek erről, mert vannak ilyen verseid, amelyek mm. eh, erre koncentrálnak, tehát hogy mondjuk a leg, Neutrálisabb az, hogy egy referenciális költészet, vagy szociális érzékenység, meg aktivizmus ilyesmiket szokás uh -huh. kötni a, a költészethez. Tehát, aki valami más ír arra azonban meglepődünk, hogy hogy van uh -huh. más keresben nem, mint amit szokás keresni. hogy Ez már a te önképednek a része, vagy tudomásul veszed, hogy ezt várják tőled, vagy ezt látják bele minden szövegedben. Hát ez a problémai is számomra, és egy kicsit a másik, másik ciklusnak a szövegei, próbáltak is ezzel, ezzel, erre is, ezzel a problématikáról is re, reflektálni. Tehát nem minden szöveget kell egy-egybe venni, egy csomó abszolút ironikusra van hangszerelve, tehát Na nézzük ilyet, ami, ami hát ironikus is, meg szerintem nagyon mélyen is foglalkozik ezzel. Az, és ez az első ciklusban van, ez a Párhuzamos Életrajzok című verseny. Meg nem szokatlanul a Buksó történetében, hogy olvassál föl belőle, de hát versek azok csak elférnek. Mm. Ilyen leltárvás, azt majd leltárvásnak nevezték a literában ezeket a szövegeket, lehet, hogy ez egy jó, jó terminus. Na, csak látni nem látok. Párhuzamos életrajzok, ugye, Plutárkossz után rögtön. Párhuzamos életrajzok. Rosszul kezdtem, késtem, elbagatelizáltam a vers helyzetet, rontottam a statisztikát, primitív poétikai mahinációkkal éltem, feleslegesen kerültem a boráros felé. Művészetemet feláldoztam a popularitás oltárán, összecseréltem a rendeléseket, belekevertem az aktuálpolitikát, nem fakadt belőlem magasabb rendű eszmeiség, rossz címre mentem, megint rossz címre mentem, nem alkottam maradandót. Értelmezhetőségem kimerült a primér olvasatban, megrongáltam a kapucsengőt, szót kértem, szavamat adtam, kétszer is elkövettem ugyanazt a megbocsáthatatlan szakmai hibát. Experimentális késztetéseimnek képtelen voltam gátat szabni, behajtottam a behajtani tiloson, reflektálatlanul hagytam privilégizált értelmiségi pozíciómat, nem mostam ki mosószeres dörzsikével a tácskám, megtagadtam a szegénységirodalom tradícióit, megkérde, megkérdőjeleztem az ökoköltészet perspektíváit, kiloptam a baklavát, szociokulturális fölényemet morálfilozófiai pedantériával lepleztem, csastuskákat gyártottam, frázisokat puffogtattam, lejtettem az egészet és szétfolyt, recenzenseimet elkedvetlenítettem, szégyent hoztam az iparágra, kizártam magamat a magas irodalomból, bebasztam a liftajtót, didaktikus voltam, dilettáns, demagóg, dékás, kekeckedtem a pultosokkal, ledorongoltam a vevőt, szellemtelenségemet hatásvadász, rimtechnikai szenzációkkal kompenzáltam, felszerelésem karbantartását elsunyogtam, ott felejtettem a szerencsesütit, meglovagoltam az aktuális kulturális trendet, beveztem a pódiumra a kortás közéleti költészet farvizén, jobbról előztem, balra húztam, földhöz vágtam a csomagocskát és ráurottam kétszer, bekamúztam az elhivatottságot, szétrolkodtam a kapitalizmus kritikát, klapanciákat farigcsáltam, megmondó emberkedtem, a legvérmesebb agitációs propagandalira szintjére süllyedtem le, Ócsároltam a szolgáltató szektort, üzemképtelenné tettem a munkaeszközömet, leestem a bicikliről, leköptem a logót, repetitív közlésmódommal céltévesztettem, hisztérikus hozzáállásom megbotránkozást keltett, átsúsztam a piroson, a csicskaság színévé dehonestáltam a kéket, megrendelőimet beetettem, olvasóimnak beolvastam, követőimet ler leráztam, hallgatóságomat lebeszéltem, probléma felvetéseimmel Megszállottam, blokkoltam a rendszert, kifáradt korpuszba karámolt, köznyelvi poéziáim dermesztőleg hatottak a generációmra, a mester félrenézett, a diszpécser további jó munkát kívánt, alkotói válság örvény ficamot színleltem, lecsaltam a kapuba, bedobtam az ablakán, kétszer is elkövettem ugyanazt a megbocsáthatatlan szakmai hibát túlírtam, túlreagáltam, túlkompenzáltam, nem fixáltam a pohártartót, rosszul fixáltam a pohártartót, azóta se értem oda. Hát azért ez több, mint ár. Ezek a a mondatok, ezek egy része konkrétan leírt mondat, vagy akár Hát a, azért a, a rólam írt kritikákból azért szem, szemezgettem. Ezek, amikor ilyeneket olvasol, akkor azok, hülyeséges kérdezni, de hogy nyilván megérintenek, de hogy fontosak is számodra? Hát nem kéne, hogy ennyire fontosak legyenek, de, de hát talán még érdekes ezt is így kívülről szemlélni, hogy, 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 hogy mi lehet az oka annak, hogy sokszor ilyen idegenkedést kelt az, amit én uh, csinálok. Tehát... Hát valószínűleg megpróbálnak belehelyezni egy dobozba, és amikor már úgy érzik, hogy benne vagy, akkor pedig nem engedik, hogy abból kinézzél. Azért ez szokott történni egy, egy a életműnek a... Hát igen, és, de hát nekünk meg az a dolgunk, hogy dörömböljünk a dobozból, Ez egy ilyen gondot, én többek között, ezért szeretem. Annak az első ciklusnak a fő tapasztalata számomra, de lényegében az összes versednek, de az első ciklusnak nagyon, nagyon egyértelműen, hogy a, hogy áthatolatlanra nőttek a különböző társadalmi csoportok közötti falak. Tehát lényegében nincs átjárás, egy kitüntetett helyzetben a futár bejöhet. De hmm. egyébként egymásra nem látunk rá, tehát hogy vakság, egymás fájdalmára, meg nem, ér, meg nem értésre törekvés. Tehát nem úgy a megértésre törekvés, hanem hogy, e hogy igen, arra, ez hogy, ez hogy ez meg jó, se értsem. És, és ez, ez, az az ez az az. a szétesettség, elszigetelődés, és az az érdekes, hogy legutóbb itt Grecso hmm. a, a helyeden, és ugyanerről beszéltünk, egy teljesen más műfajban novellái kapcsán, hogy neki is ez volt ennek a karanténvilágnak, azt hiszem, az alaptapasztalata, hogy 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 egy ilyen világba kerültünk. Az a kérdésem, hogy a karant, szerinted a karantén hozta ki belőlünk a, mondjuk így a legrosszabbat, vagy egyszerűen csak élesebben látszott, ami már eleve volt? Uh -huh. ezt szerintem abszolút nem, de ez nagyon-nagyon ez, ez rávilágított, igen. Tehát az én, én város tapasztalatomban is egyszerűen csak ezt a radikalizálódást éreztem de, de mindennek a, az eredendőjét a korábbi köteteimben akár már, már, már abszolút benne volt ez a, ez, a, ez a hideg, idegenség. Most, valahogy egy, egy interjúban így fogalmaztam meg azzal az élménnyel, hogy eddig láttuk ugye embereket üldögélni az útszélén, de most már olyan, olyan bennem van egy ilyen nyilván hajlítanságban élő embernek a, képe, aki az oktogonul ül és sír. Keser, ott ül az útszélén, és keserbesen sír. És ugyanúgy el, elsétálunk mellette. Tehát már, már sokkal brutálisabbak a jelei is a kiszolgáltatottságnak, és én ebből következőleg sokkal súlyosabban mi a mi elzárkozásunk adott esetben. Tehát igen, sokkal, sokkal cudarabb világ uh, lett ez a, ez, a, ez a mostani talán enne a, a járványnak a. Tehát minden, minden krízis ezek szerint a legrosszabb az, aki belőlünk, vagy legalábbis úgy tűnik. Meg nekem az a, a versétből legalábbis az jutott eszembe, hogy amikor nem vesszük tudomásul, vagy nem akarjuk tudomásul venni a másik kiszolgáltatottságát, akkor a saját kiszolgáltatottságunkat etetjük, és mi magunk válunk valamilyen értemben azzá. Tehát a Aha. második ciklusban vannak olyan verseid, több is, ami hát mindenki a költői létnek, vagy az irodalomnak az értelmét keresik ebben a megváltozott világban. Neked mennyire fontos az, hogy, hogy legyen válaszod arra, hogy, hogy mi végre csináld ezt az egészet, amit irodalomnak hívunk? Hogy érted, hogy válaszom. Hát, hogy megtudod-e magad, hogy, hogy miért költő, a költő miért? Tehát, hogy változik ez benned, vagy egyszerűen ezt kell csinálnod, írod a verseket, és tehát, hogy ezzel a pozícióval, hogy te egy költő vagy, aminek a negatív olvasatát itt hallottuk, hogy a, 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 mik, miket ír a kritika, hogy mit várnak el egy költőtől, hogy ez de változik benned, hogy neked mi, miért csinálod ezt, mi a dolgod, vagy ezen nem is kell gondolkodni? Hát egyrészt, egyrészt, van az emberben valami automatizmus, és egy tank, ami megy végig. hiszem, az életem végig csinálni fogom, mert valahogy erre vagyok programozva. De, de hát, hogy az illúziói azor, az, 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 ilyen bocsa, és most inkább lefelé, hogy most ennek mennyi hatása, hatása lehet a világra. De hogy közben meg, igen, meg hogy milyen csatornákon hat, tehát hogy most effektívem, akkor most megírom, van is erre egy szöveg, a hatásvizsgálat, hogy most nyilván nem úgy zajlik, hogy én leírok egy félsort, és akkor felépül a diákváros, vagy nem tudom, mint oda, és lakást kapnak a hajléktalanok, és nem tudom, kitör a világbéke, hanem ha ezek ilyen, ilyen sokkal rejtettebb csatornákon, tehát egy kicsit a... Én egy másik verset választottam ki, de akkor olvassuk uh -huh. föl ezt, vagy olvast föl uh -huh. ezt, ezt mikor a bemutatón felolvastam, akkor éreztem, hogy ez az utolsó sor egy kicsit igazságtalan, mert hogy ebben a cudar világban pont a kiadommal volt a legkevesebb probléma, az utolsó sor az majd kicsit igazságtalannak tűnik, de mondom, akkor ez, ez erre a dologra próbál reflektálni, hogy azért az nem, nem így, nem így hat a költészet. Hatásvizsgálat. Eljátszom a gondolattal, megtelik a hősök tere. Választok egy munkacímet, benyújtja a lemondását. Tűnődök a kezdősoron, megnyílnak az ügynök akták. Belövöm a célcsoportot, felépül a diákváros. Leváltom a líra eszményt, megszűnik a korrupció. Elrejtek egy belső rímet, árvajék, lakást kapnak. Kihúzok egy töltelékszót, csökkennek a várólisták. Javítok egy veszőhibát, Dominika tovább tanul. Taggolok és tömörítek, kukában az alaptörvény. Sejtetek és kurziválok, nyomdában a népszabadság. Alkotok egy komplex képet, Európai Főügyészség, áttördelem Pepitába, LMBTQIAP. Betűméretet cserélek, Herceg Ferenc elnézést kér. Átfutom az elejétől, Áder János elsomfordált. Mutatom a fiaimnak, a magyar név megint szép lesz. Elküldöm egy kiadóhoz, sajnálattal közöljük, hogy hogy nem biztos, hogy... Hát igen, szóval ez nyilván egy játékos módon játszik el ezzel a problémával, amire most rákérdeztel, úgyhogy... Ebben a versben is uh, kitérsz rá egy fél mondatig, amikor uh, írsz egy verset, akkor elképzeled az olvasót, akinek írod, vagy, vagy ezt, uh, ez egy teljes hülyeség? Hát lehet, hogy egy ideális olvasót um, képzelek el, aki, aki nyilván csak a fejemben él, de de mondom, az a pici, pici konkrét, tehát, ami lehet, hogy arcokhoz is kötődik, az kell, tehát, hogy a vakvilágban nagyon nehéz egy ilyen, ilyen légüres térben, nagyon nehéz, és nem is ír az ember, tehát ez ilyen néztem, mert muszáj, hogy legyen a fejemben valaki, aki, akinek öm, igen, ez, 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 ez időnként arcokhoz is kötődik. Az embernek még a fiatal volt vannak olyan személyek, akik, akikről egyszer csak azt érezte, hogy, hogy ők most úgy nagyon értik, és, és, és valamit meglátnak benne, amit addig senki, és akkor lehet, hogy ezek, ezek ilyen személyekhez kötődő örömök és, és kitárulkozások. De, de hát egyébként meg a nagyvilágnak néz az ember, utókornak, stb. Ugye ez egy olyan értelemben egy koncepció kötet, hogy egy élethelyzetet e, írsz le legalábbis az első ciklusban, tehát bizonyos értelemben egy tervezett dolog, tehát hogy, hogy e, megbeszéled a kiadoddal, és ilyen típusú verseket írsz. Mm -hmm. De amikor, mennyire tervezel előre? Vagy hogy a, hogy a következő verseid, azok, azok valami témaköré rendeződnek, vagy azt mindig utólag tudod, hogy ez az volt. Hát most az utóbbi kötetek, azok azok ilyen koncept kötetek ebből a szempontból. Például akkor hogy... akkor tudod, hogy a következő az mi lesz, vagy vannak ilyen tervek? Hát a most, most van egy a fejemben, igen, de hát. hát arról lehet beszélni? Hát de ez, ez, ez egyáltalán nem biztos, hogy most ez lesz a téma, ilyenkor az ember olyasmit próbál választani, ami, a, ami úgy nagyon a nagyon, nagyon foglalkoztatja fel mert benne van, és most a halál lesz nekem miért nem tudom, hogy ez akkorra jár-e, de ez közben a legelcsöpeltebb költői téma, csak hogy tényleg, amikor az első verseket ha vagy az iskolában elkezdünk költözhetet tanulni és csupa halálvers, és semmi között hozzá, és aztán nem érted. Vers, és amikor vagy egyszer. A csak rossz vagy a szerelemről. Hát vagy igen, ezt. igen, és csak egy hát fiatal mert még a szerelemhez valami között lehet, de a halál az olyan sokáig nincs, nincs közöd, és akkor egyszer csak így olyan mértékben zúdul rád ez a, a téma, hogy lehet, hogy érdemes lenne ezzel is foglalkozni, meg hogy most milyen helye van az életünkben a <laughs> az életünkben a halálnak, de hogy az hogy is érdekes, hogy, 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 hogy találkozunk vele, hogy tényleg itt a beszélgetés előtt szóba került, hogy a Facebookon tényleg naponta szembesülünk egy halál hírrel, és az ember óhatatlanul ilyen, ilyen, ilyen készenléti állapotba helyezi magát, hogy akkor most nekem is rendezni kell a hagyatékomat gyorsan még mielőtt, <laughs> mielőtt lecsapna rám. Szóval ez ilyen furcsa, állandó fenyegetettség. Úgyhogy lehet, hogy érdemes ennek egy, esetleg egy kötetet szentelni, de nem tudom szóalkozva meg. Az a bizonyos várakozás, az, 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 az egy... Szóval én nagyon könnyen elveszítem a, 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 a bizadalmamat leginkább önmagamba, hogy erre most akkor megint kinek lesz, kinek lesz szüksége, Hát az olvasóknak, tehát az <gül> <legalább> <gül> Jó, a magam, persze. magam nevében mondhatom, Nem, hogy nekem Köszönöm szükségem szépen, van a versmérek, és másokat is erre bíztatok, hogy vegyék meg ezt a kötetet, szerintem ez egy nagyon erős kötet, és hát olvassunk verseket, és ezen belül pedig erdős Virágot. Köszönöm, Köszönöm hogy szépen. Jöttél.